Sziasztok, üdvözöllek titeket, Sanya vagyok, ez egy újabb Farm Mechanic Simulator 2015, mégpedig a 12. rész. Nézzük, hogy milyen feladattal kezdünk, illetve úgy látom, hogy hamarosan el fogjuk érni a 10.000 dolláros bevételt. Na akkor nézzük is, hogy mit kell ezzel a kombájnnal csinálni. Azt mondja, végezzel a szükséges javításokat. Igen, azt mondja, az ügyfél kéri, hogy a váltónál a hajtott kereket cseréljük ki a kombájban. Oké. Okay. Azt, ha jól tudom, az pedig itt található. Nézzünk bele, és akkor keressük meg. Na, a hármas keresővel menjünk ráfele. Vagy itt van, vagy itt. Na, mindegy, valamelyik hajtott kereket megkeressük. De hogy hol is volt pontosan? Nézzük meg egyszer. Ugye a szortírozónál, vagyis a válogatónál, akkor az a másik oldalt lesz, mert itt a lift van. Úgyhogy szerintem a másik oldalra át is megyek. Így. Na és akkor itt, apa, de sok. Ilyen hely van, ahol lehet kattintani. Mi történt? A másik oldalra kattintottam, értem én. Igen. Következő. Na, hát végignézem ezeket a kerekeket. És akkor majd meglátjuk, hogy melyikre gondoltunk. Na, itt van. Ja, itt van szortírozónál a váltókerék. Jó, na akkor ezt kell nekünk leszedni. Egyes. Ezt nem tudom leszedni emiatt. Igen. Meg emiatt nem tudom leszedni. Ez pedig emiatt. Jó, itt keresztbe vannak a szíjak, így nem lehet csak sorrendbe leszedni ezeket. Tökéletes. Most már jöhet le ez is. Hú, de furcsán jött le. Ezt pedig el kell szedni ezt, akkor ezt kell szedni ezt. Itt meg van törve a szíj nekünk. Biztos itt volt egy feszítő. Most mi van? Na még egyszer. Ha a kamera légy szíves odafordulj, ahova én szeretném, hogy menjen ide. Na ezt szeretném leszedni. Ezt jelöl pirosan. Akkor ezt jelöl pirosan. Ezt oké, hogy leszedem ezt a szíjat. De ezt miért kell? Ja, ez is előtte van. Oké, nem szóltam. Így már tiszta. Azt hittem, hogy mögötte van. De nem látszik, hogy előtte van ez a szíj. Jó, akkor ezt is leszedjük. Egy alkatrészén milyen sok mindent le kell szedni. De nem baj. Megoldjuk okosba. Na, ott jártunk, hogy itt. Ő a következő, utána ő a következő, opa, opa, csavar. Majd nézzük, hogy mikor érjük el ezt a 10.000-es szintet. Igen, és akkor ő lenne a cserés alkatrész. Cseréljük ki, hát nem is cseréljük, inkább javítsuk meg. Jó, ezt az egyet kell. És akkor hagyjuk vissza fel a cuccokat. Melyik van közelebb? Ez. Na akkor kettessel jöhetnek a dolgok. Úgy látom ezt a szíjat, ezt vissza is lehet rakni. Ezt nem is kellett volna leszedni. Ez jöhet. Utána ez jöhet. Jó sok tárcsa meg szíj van itt nekünk. De hát meg kell mozgatni ezt a szerkezetet. A válogatót, a... Mi van még itt? Válogató, gondolom itt a adagoló is, igen, ott van a lift a másik oldalt. Na mi van még itt? Ez a szíj. Gondolom ide is kell valami. Csak előtte felpakoljuk ezt a... Jó kis hosszú szíj kell ide. Rendben.
Ember, ez is hiányzik innen? Nem. Akkor mi van még nálam? Van még biztos, vagy fenn kell visszarakni ezt az egy szívet? Nézzük meg az inventorit. Három darab szívja már csak, de gondolom akkor ezzel kell folytatni. Amúgy meg nem. Most hol vagyok? Most a másik oldalt vagyok. Pedig ezt kell visszarakni. Hello. Na végre. Ja, és itt van az utolsó, ami nem látszódott. Na, akkor itt nincsen semmi feszítő, meg ilyesmi. Ami miatt itt meg van törve a szíj. Ha nézzük munkával, hogy állunk. Ja, elvégeztük, akkor jöhet a következő. Na, ez nehéz indulás volt, de remélem már be fog indulni ez. Gyorsabban. Na, itt vagyunk a 65-nél. Na, azt mondja, hogy végezzel a lift felújítását. Rendben. Az azt mondja, hogy ügyfél kéri egy nagy javítást a liftnél, segítsünk neki. Oké, okay, $840. És na, akkor nézzük meg, hogy mik a problémák. Na, már egyet találtam is. Úgyis meg kell nézni, mert az ügyfél kérte, hogy nézzük át az egész rendszer. Opa, elég ramatya állapotban van. A rugó is. A két teleszkóp. Van itt minden, ami rossz. A tartó az jó. Másik oldalt. Na, az itt rá rossz a tartó. Itt a kis teleszkóp is rossz. Na, a rugót nem tudom megnézni, csókolom. Na végre. Jó, az a jó állapotban van, még ezt a kettőt, ezt is cserélni kell, oké. Okay. Na, akkor még csak maradt még egy alkatrész, ez a nagy emelő. Na, akkor szedjük lefele. Jó, megnézzük, hogy mit kell leszedni, és akkor jöhetnek is lefele. Egyszer, kétszer. Leszedjük azt, ami könnyebb. Itt mi is volt? Itt a rugón kívül minden rossz volt. Itt meg csak kettő volt rossz, ha jól tudom, ez is a rugó. Nézzük vissza a hármasra. Ja, még itt van még ez. Na. Akkor menjünk, javítsunk, amit lehet. Egy, kettő, három. Van egy pár alkatrész. Négy, öt, hat, hét. Hét alkatrészt kiszedtünk javításra. Szerencsére lehetett mindent javítani, nem kellett újat vásárolni. Tehát összegben jól jártunk, valószínű. Mint a megvételnél. Nem, visszaszerelése egyszerűek ezek, nincsenek csavarozások sehol. Adja az ívet, megy gyorsan. Fel is vizsgáltuk neki, meg ki is vannak javítva az alkatrészek. Tökéletes. És akkor nézzük egy olyat, hogy... Vagy befejeztük. Jó, rendben. Akkor jöhet a következő. Elmentek 75-ig van a feladat. Valószínűleg ezt a mai részben nem fogjuk még elérni. Nagy újabb traktor érkezett. És nézzük, hogy mi a problémája. Szóval cserélje ki az összes szükséges elemet. Azt mondja, az ügyfél kér egy teljes cserét a sebességváltó és a szabályzó karon, végezzel a javítást. Jó, akkor fülkébe kell menni. Én nem tudok bemászni. Halló? De. Hát nem is fogom vizsgálni, ha úgyis ezt a két kart írta, akkor le is szedem, ezzel be is vizsgálom. Ugyanennyi egy bevizsgálás, mint egy szétszedés, és akkor egyszerűbb egy szétszedem, és akkor majd megnézem a javítóasztalnál, hogy ténylegesen mit is kell nekünk kicserélni belőle. Jó. Oké. Okay. Ó, még így, ha így mászok be, még közelebb is vagyok a javítóasztalhoz. Na, akkor van itt nekünk egy váltógomb, van itt nekünk egy kar, meg van itt egy ilyen
Átviteli cucc. Akkor rakjuk is összefele. Na itt tényleg egyszerűbb, sokkal gyorsabb. Nem kell még átvizsgálni, utána miután átvizsgáltuk, utána még egyszer szétszedni. Tehát akkor így időspórolásnak tökéletes. És akkor ki is lett cserélve az a három elem. A váltógomb, az átvitel szabályzó itt lent, meg a átviteli rúd. Na és akkor jöhet a gombok a végére. Oké. Hajtó, hajtó, be tudjuk zárni? Nem, nem. Na, bezárjuk innen. Na, ugye furcsán záródik az ajtó. Jó, és akkor rendben, ennyi volt a feladat. Akkor jöhet a következő. Na, még egy ugyan piros traktor, csak most már itt üvegajtóval van. Na nézzük, azt mondja, találja meg a szivárgás okát. Jó. Azt mondja, ez egy fél jelzése szerint szivárgás van az üzemanyagrendszerben, keresse meg a hiba okát. Jó, akkor nézzük meg az üzemanyagrendszeredet. Na, üzemanyag az innen indul. Ja, hármas. Itt most nem akarom szétszedni az egész üzemanyagrendszer, csak végigmegyek a üzemanyag folyásán. Na, itt már a üzemanyag kábellel problémák vannak. Az üzemanyag szűrővel is. Itt bevizsgálok pár dolgot. Az elő- és utószűrőt, egy kábelt. Mindegy, ez már olajkábel, úgyhogy ez már nem is kell annyira nézegetni. Le is vesszük ezt a két dolgot, miután kábelt üzemanyag kábelt leszedem, aját találom, utána jöhet az üzemanyag szűrő. Nem értek, a kábelt azt nem lehet javítani, így van. Úgyhogy megnézzük, mi is a pontos neve. És akkor veszünk egyet. Traktorba voltunk, ugye? És akkor van nekünk egy ilyen kábelünk. Mehetünk bele, szereljük meg. Na hát, ha csak ez a két dolog volt, akkor elég gyorsan összeraktuk ezt a gépet. Ja, ennyi volt. Jó. Na, akkor jött a következő. Mondtam, hogy begyorsul a vége fele. Vagyis nem a vége fele, hanem a... Utána már begyorsulok egy kicsit munkával. De hát ilyen kis munkák vannak, akkor persze, hogy gyorsabb. Na és akkor ennek örömére jön egy kombány. És akkor nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Azt mondja, hogy cserélje ki a maghéjtárolót, szerintem ilyen arra kell gondolni. Azt mondja, az ügyfél kéri, hogy a maghéjtárolót, vagy a saját távolítót ki kell cserélni. A régi nem úgy működik, ahogy annak kellene, maghéj eltávolító. Na, pont rámentem. Akkor ő lesz az, ugye? Ezt meg tudjuk javítani? Meg. Akkor kettes, visszarakjuk. És emeltek, csak ennyi volt a problémája, de az előző kábelt az gyorsan eladom, ne legyen itt az inventoriumban. Igen, csak ennyi volt. Na, akkor ez gyors szerelés volt. Nem is tudom, nem is láttam, nem is néztem, hogy mennyire javítottam meg. De mindegy, biztos gazdaságos volt. Meg azt sem néztem, hogy mennyivel járok majd összegbe. Valószínűleg már túléptem a 10 000-et. De akkor majd mindjárt megnézem a betöltőképernyő után, hogy most hol járhatok összegileg. Ja, még nem. Először a feladatot megnézzük. Azt mondja, cserélj ki az üzemanyag vezetékeket. Jó, oké. Azt mondja, az ügyfél javítást kér az üzemanyag csöveknél. Cserélj ki őket. Na, akkor úgy látom, ez is gyors szerelés lesz. Az előbb is pont üzemanyag csöveket kellett kicserélni. Akkor már tudhatjuk, hogy ez az. Tehát akkor már nem is nézem meg ezeket, hanem egyből veszek.
Mert ha azt kéri az ügyfél, akkor azt fog kapni. Engine. Kettes összeszerelés, mehet bele a kábel. Mondom, mehet bele a kábel, mondom, mehet bele a kábel. Menj már vissza, na azért. Látszik, hogy 23%-os volt, tehát biztos, hogy ezzel probléma volt, de megnézzük, hogy van-e más problémája. Nincsen. Akkor ez egy jó szerelés volt. Na akkor mégis jött a következő. Na, elég jól haladok. Már itt vagyunk a 70-esnél. Mit ír? Mit csinálsz? Azt mondja, cseréljük ki a két. Mindegy, biztos tengelyt akartak volna írni. Azt mondja, cseréljük ki a két tengelyt. Jó, és akkor... az ügyfél kéri, hogy mind a két... Na, itt is a szónira, mindegy. Az ügyfél kéri, hogy mind a két tengelyt egységesen vizsgáljuk meg, segítsünk neki. Jó. Tengely. Akkor itt se. Hát inkább megnézzük. Hármas, emléletek itt van a tengely. Itt legalább már játékban jól van írva. Gondolom a másik oldalt is az. Jó. Akkor így van, mind a tengelyt akartak írni. Na szedjük le ezt a rengeteg sok anyát, és akkor onnantól kezdve hozzáférünk a tengelyhez. Minden vagy, hogy lehet kiforgatni a kereket. Valószínűleg ezt a létrát el kell távolítani amúgy a valóságban. Nem csak így átemelem a létrán. Elég szűkösen lehet oda beforgatni. Az a lényeg, hogy a hosszú csavart raknak bele, biztos nem fog leesni ez a tengely. Azt mondja, egy tengely, és jöhet a másik oldalt a kerék. Bírom, amikor van ezek a hangeffektek, hogy ilyen szél, meg mozgások, meg stb., meg szélfúvás, meg bármilyen recsegési hangok. És amikor véget ér ennek a dolognak a hangja, utána egy kis, mit tudom, egy 10 másodpercig csend. Nem tudom, mennyire lehet hallani a videóban ezeket a nyikorgásokat, meg ilyesmit. Mindig elhalkul egy 2-3 másodperc, nem tudom. És akkor újraindul ez a hangfolyam. Jó, na akkor javítás. Egy tengely, azt a 1500 meg 1700. Mennyi összeget akar nekünk ez adni? Ja, 5000, oké. Így már rendben. Na úgy 11.983-nál járunk. Már tökéletes az összeg. Csak belendült a vállalkozásunk traktorjavításba, meg kombányjavításba. Nehézkesen indultunk az elején, de már a harmadik garázsba szerelgetünk. Jó. Ezt is visszarakjuk. Na már csak az anyák várnak. Itt nem mozog a kulcs. Ha csak rajta látom, akkor mozog. Na, még kettő. És akkor mehetünk a másik oldalra. Na itt mondom, ez azt nem lehet felhajtani ezt a létrát. De ott van 3 plusz 3 csavar. A valóságban gondolom ott lehet. Átbagalódtam rajta, bagalódtam rajta, ja. Na hol vagyunk? Ja, az az oldala. Na akkor jöhet vissza a tengely. A 4 csavarjával. Mindig addig húzom, mint egy átlagos csavar, de azt úgy látszik tovább kell húzni. Így né. Ebből mi a kettő van? Nem raktam be a másik oldalit. Oké.
Ezt el ne felejtsük. Akkor visszaengedte a kereket, tud úgy rakni, hogy ez a kis bukócső, ami tartott valamit. Lehet a motor tartja, motortartó bakok. Mindjárt megnézem, hogy mire funkcionál az a kar. Ja, nem ez a elejét tartja. Akkor azt úgy is ki lehet szedni, ha nincs leszedve a kerék. Na, tökéletes, és elméletileg a két tengelyt írta, hogy azt kell kicserélni. Na, akkor ez el is van végezve. Úgyhogy jöhet a következő jármű. Egy kis betöltőképernyő is utána. Egy kis sárga traktor. Na, itt már több feladat van, na végre. Azt mondja, hogy az első, cserélje ki az összes szűrőt a traktorba. Igen, cseréljük le az olajat is, hajtsuk végre a tesztvezetést a tesztpályán. Itt pedig az ügyfél kéri, hogy minden szűrőt cseréljünk ki a traktorban, és az olajat is ki kell cserélni, segítsünk neki. Mégis ide is az volt írva, de mindegy. Na, akkor szűrőcsere. Milyen szűrők vannak ezen a gépen? Na, van itt az elsődleges szűrő. Azt ki kell cserélni, a másodlagos utó alapos szűrő, az még rosszabb. Van itt nekünk üzemanyag szűrő, van itt olajszűrő, és van légszűrő. Oké, na, akkor mégis tényleg az összeset ki kell cserélni. Őt nem engedi ettől a kipufogó csonktól, vagyis a légbeömlő csőtől. Igen, akkor egy olaj, ahhoz le kell szedni a kábelt. Rendben. Jó, jöhet a elsődleges, az alapos másodlagos szűrő. Jöhet a kábel. És jöhet a üzemanyag szűrő. Ez micsoda? Ja, ez amit másik oldalt néztünk. Azt hiszem ennyi szűrő van rajta, ez már az olaj, tank, tartály, stb. Na nézzük, hogy ezekből mit lehet javítani. Hát egy üzemanyag szűrőt. Többit pedig minden valószínűséggel vásárolni kell. Ó, még egy kábel is. De szerintem az inventoryban maradt, mert... Ja, itt van az új, a mostani. Na, akkor ezt el is hagyjuk, ne zavarjon össze. Na, egy légszűrő, egy olajszűrő, elsődleges és másodlagos kell venni. Jó. Traktorba dolgozunk, tehát motor, egy légszűrő, olajszűrő, egy, igen, elsődleges, másodlagos, és ennyit mondtam, ugye? Ugyan. Na, akkor menjünk és szereljük vissza bele. Igen, kettes, és akkor jöjjünk az elejétől. Ó, lesz mit eladni most. Jöhet ez a cső. Jöhet az olajszűrő. Ja, igen, először ezeket visszarakjuk is utána a csövet. Így. Jöhet az üzemanyag. Jöhet a cső. És cső. Nem van a cső. Igen. Nézzük meg. Akkor ezt be is fejeztük. Most jöhet az olaj. Ezt szépen vízre zárjuk. Jöhet egy lift. Amíg megy fel, megy fel a szerkezetünk, addig elmegyünk az olajtartályért, mert traktor, tehát ebbe a tartályba kell engedni. Kb. Ide. És akkor leeresszük az olajat. Egyessel, természetesen. Blugy, blugy. Jó, akkor visszamegy a kupak. Így van. Vagy nem megy vissza a kupak? Mindjárt megnézem. Na, hess innen. Inventory.
Nem nálam van. Akkor... Na ide. Hello, menj már be. Nézd meg, nem tud bemenni a karakterem. Akkor csak vissza kell menni, és egy összeszerelésbe visszarakni a sapkát. Na, most meg kifele nem tudok jönni. Felengedjük olajjal, és akkor mehet utána a tesztvezetés. Na, megint összeszerelésbe vagyok. Na, ki kell találni, mennyi olaj fér bele. Kb. Ennyi. És akkor nézzük meg a nívópálcán, hogy milyen az olajmennyiség. Tökéletes. Jó, és akkor menjünk egy, csapassunk egy kört, hogy milyen lett a gépjármű. Na, nappal lesz, vagy éjszaka? Tippeket kérem. Köszönöm, ennyi volt. Éjszaka. Ez a traktorral gyorsan végigmegyünk, egy kemény 32 km per óra sebességre fel tudunk gyorsulni vele. Ne, 33-ig. Ez aztán a sebesség. Jó, le tudtunk állni. Jöhet a motortesztünk. Fel tudtunk jönni a hiden, úgyhogy az is jó. Most jöhet a hipehupás talaj. Ott valami füst van? Vagy kémény? Simán elhagytam a megközelítendő dolgot. Na akkor itt van most már a... Itt már szélesebben van. Hoppa! Jó, felugrott. Ilyen szűrők miatt nem, minek kell? Most eszembe jutott valami. Mi amikor feltöltjük az olajat, és szűrőt cserélünk, tehát akkor még a szűrő üres. Kíváncsi vagyok, hogy most végigmegyünk a tesztpályán. Megnézem utána az olajszintet. Akkor elméletek csökkenni kell egy kicsit az olajnak. Mert hogy be kell menni a szűrőbe még annak a bizonyos mennyiségnek, és akkor annyival kevesebb lesz benne az olaj. Na erre kíváncsi vagyok, hogy azt megcsinálták, vagy nem. Egy picivel több volt, mint a fele. Akkor most picivel kevesebbnek kell lenni, mint a fele. Igen, még nem fejeztük be, még meg akarom nézni az olajszintet. Igen, és akkor itt egy olajszínnézés. Nem csinálták meg, jó. Hát, mit várok azért már? Ilyen sokat már ne várjak egy játéktól. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, és akkor jövök majd a következő résszel, amivel lehetséges, hogy már befejezem ezt a játékot, mert 71, a következő 72-esre kezdjük, és 75-ös a 75 feladat van összesen ebbe a játékba. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Addig is. Sziasztok! Még azért hagyj guruljon ki.